A Dékás Rácné Földi Judit felvehette mandátumát, hivatalossá vált, hogy ő a Demokratikus Koalíció új országgyűlési képviselője. A munkáját sok sikert kívánok, gratulálok. Köszönöm szépen. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke adta át a megbízó levelet Rácné Földi Juditnak a Nemzeti Választási Iroda Alkotmány utcai székházában Budapesten. Egy nehéz időszakon vagyunk túl, de azt gondolom, hogy egy szép időszak előtt végre Székesfehérvárnak van ellenzéki képviselete az országházban 13 év után. Korábban beszámoltunk róla, hogy a Nemzeti Választási Bizottság döntését követően jelentette be a Momentum, hogy a kúriához fordulnak, elutasítás esetén pedig alkotmányjogi panaszt nyújtanak be a döntéssel szemben. A párt elnöke Gelencsér Ferenc azt mondta, a Momentum értékrendjében nem fér bele az, hogy egy offshore lovakból országgyűlési képviselő legyen, ezzel utalva a 2021-es előválasztás során kirobbant offshore botrányra. A kúria csütörtökön hozta meg jogerős döntését, ennek értelmében a DK elnökségi tagjaként is tevékenykedő Rácné Földi Judit minden további nélkül felvehette országgyűlési mandátumát. Mindenki láthatta az elmúlt hetek eseményeit, hogy micsoda támadásokat kaptam. Nem, tehát lelkileg nem, de felszívom magam, és azt gondolom, hogy túl vagyunk már ennél keményebb időszakokon is. Gondolok az előválasztásra, és minden energiámmal azon fogok küzdeni, hogy méltón képviseljem a várost. A DK új országgyűlési képviselője március 6-án teszi le az esküt a parlamentben. A székesfehérvári DK irodában pedig március 1-én mutatják be az új önkormányzati képviselőt.